Égig élő zöldségek sorakoztak Penyiges standja előtt a Nyíregyházán harmadik alkalommal megrendezett közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. A település ezzel nyerte el a rendezvényen idén először kiosztott termékdíjat. Penyigén a növények termesztésében 10 közfoglalkoztatott vesz részt, az önkormányzat összesen 45 főt foglalkoztat ebben a formában. Penyigén 2011 óta, amióta elindult a közfoglalkoztatás, azóta veszünk részt rajta, több programunk fut, van egy asztalos üzemünk, van egy kézi varrodánk, illetve a mezőgazdasági projektkel foglalkozunk, melyben fóliás növénytermesztés a legfőbb célunk, amit termesztünk. Kókuszgyapotban, biológiai növényvédelemmel termesztjük a zöldségeinket, a paradicsomunk 6-7 méteresekre nőnek, a paprikájunk 3 méteresekre, és ami a legfontosabb, még egyszer kihangsúlyozom, biológiai növényvédelemmel, tehát poszmelyek, ragadozatkák, ragadozópoloskák, fürkészdarazsak vannak betelepítve a fóliánkba, permetszereket nem használunk. A kiállításon 74 település mutatkozott be. Sesták Oszkár szerint a közfoglalkoztatottak munkája nem csak értékteremtő, hanem mentálisan is nagy segítséget nyújt a munkavilágán kívül rekesztett embereknek. Ez összefügg persze a szociális rehabilitációval, a mentális egészség visszaszerzésével is, és hát nem utolsósorban gazdasági növekedéssel. Szándékoltan beszéltem utoljára erről, hiszen általában ez jut eszünkbe, hogyha foglalkoztatásról beszélünk, az emberek, a családok megélhetés, ez egy nagyon fontos eleme, de nem kizárólagos eleme a foglalkoztatásnak, illetve a közfoglalkoztatásnak. Ebben akik részt vesznek, polgármester kollégák elsősorban erről számolnak be, hogy egyfajta mentális rehabilitációs, amit ők elvégeznek nap mint nap. A megyében élőknek évről évre egyre nagyobb lehetősége van arra, hogy munkához jussanak, hangsúlyozta Román István. A kormány megbízott kiemelte, jelentős előrelépés, hogy az új munkahelyek legnagyobb részét már nem a közfoglalkoztatás adja. Ha megyét nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan térségek, ahol jelentős a munkanélküliség, de olyanok is vannak már, ahol munkaerőhiány van nagy számban. Hogyha pont a számokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ami 2010-ben 180 ezeren dolgoztak a megyében, addig ma már 250 ezeren, és ennek egyharmada az, ami a közfoglalkoztatás adja. Tehát az új munkahelyeknek a kétharmada az a piacon vagy a teremtődött meg. A közfoglalkoztatottak száma 2016-ban volt a legmagasabb, akkor 223 ezeren dolgoztak ebben a formában. 2018-ban azonban jelentősen csökkent ez a szám. Az augusztusi adatok szerint 143 ezeren dolgoznak a másodlagos munkaerőpiacon. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár szerint ez azt is mutatja, hogy a különböző képzéseknek és a munkaszocializációs programoknak köszönhetően sokaknak sikerült az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkednie. Folyamatos a kiáramlás, már munkaerőhiány idézőjelben jelenik meg a közfoglalkoztatás rendszerében is, és én azt gondolom, ez is bizonyítja azt, hogy a munkaerőért versenyeznek alapvetően nagyon sokan, és azok a törekvések, illetve azok a jogszabályi módosítások, amelyeket az elmúlt években a kormány tett annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás rendszeréből minél könnyebben kikerüljenek a közfoglalkoztatottak, az is, annak is eredménye az, hogy a mai létszám adatok ezt bizonyítják. Hoffmann Imre elmondta, hogy amíg 2010-ben kevesebb mint 60%-kal az Unióban Magyarországon volt a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta, addig ez már meghaladja az uniós átlagot. A helyettes államtitkár hozzátette, a közfoglalkoztatási programot továbbra is támogatja a kormány, a megye 212 településén 27 ezer fő közfoglalkoztatott támogatására több mint 38 milliárd forintot biztosított a kormány 2018-ban.